Temesvári delegáció érkezett a Szentágotai Kutatóközpontba. A látogatás célja egy együttműködési megállapodás létrehozása a PTL Nemzeti Laboratórium és a Temesvári University of Life Science King Mihály között. A felek a szaporinca megbetegedést okozó vírus közös kutatását végzik, és az oltóanyagok vakcina hatékonyságát mérik fel ezután. A partnerség fontosságát hangsúlyozta Kozmin Alin Popescu, a Temesvári Egyetem rektora. A minőségi kutatók felkeresése oda-vissza egy nagyon fontos feladat, és ez meg is történik. Ennek segítségével a kutatások minőségét tudjuk növelni az országok között, és a nemzetközi válás esélyét is közelebb hozzuk. Ez igaz a kutatás és az oktatás területére is. Európai perspektívában éppen ezzel tudunk jobb, nagyobb erőt, hatékonyságot felmutatni a kutatásfejlesztés pályázatok területén. Szeretném hangsúlyozni, hogy eddigi pályafutásom során az itt működő Virológiai Nemzeti Laboratórium volt a legjobb, amit láttam. A szaporinca alapvetően állatokat érintő megbetegedés. A Nemzeti Laboratóriumban a vírusok és a járványok teljes spektrumával foglalkoznak. A COVID alatt megtanulták, hogy az állatokról eredő vírusok egy globálisan jelentős probléma. A szaporinca kutatás kifejezetten azért indult, mert ez egy olyan vírus, ami globálisan jelen van, mégpedig az emberek miatt. Rendkívül érdekes, de amit mi a Temesvári Egyetemmel most fogunk csinálni, hogy amellett, hogy a vírus érdekes, azt látni az elmúlt években, hogy a vakcinák, amik elérhetőek, nem hatnak, vagy kezdenek nem hatni. És ezt egyelőre tudomány nem érti, ennek a felderítésében fogunk most együttműködni első körben, de az együttműködési szerződés és a mostani reggeli megbeszélések is arra világítottak rá, hogy ezen azért jóval túl fog mutatni az együttműködés. Egy ilyen együttműködés kölcsönös megismerési folyamatot jelent a két egyetem között. Most elköteleztük magunkat egy nagyon jelentős kutatás mellett, amit felderítünk. Közben teljesen alapvető és folyamatos lesz az, hogy különféle pályázati pénzekben nagyobb potenciállal jelentkezünk, már partnerekként, ugye épp erről beszéltem itt a köszöntőmben. A Nemzeti Laboratóriumban nekünk alapvető célunk, hogy azt a partnerséget kiépítsük itt a keleti blokkban, mindig így hivatkozok rá, mert tudományban is látszik ez, hogy valahogy az egész keleti blokk a régi vasfüggöny mögött lemaradt abból a kutatási, innovációs potenciálból, ami a nyugaton megvan. És mi hiszünk abba, és ennek már bizonyítéka is van, hiszen több pályázatot nyertünk, hogy ha ezeket a kapacitásokat mi összehozzuk, esetleg az élére is állunk, ha olyan kutatásról van szó, mint a virológia, akkor valódi erőként tudunk fellépni, és ez egy újabb fejezet ennek. Az együttműködés célja a két intézmény tudásbázisának és kapacitásának integrálása az állatorvosi és biotechnológiai témájú kihívások modern kezelésére. Fő cél továbbá az érintett agrárágazatok védelme. Az együttműködés jól illik a Pécsi Tudományegyetem és a Virológiai Nemzeti Laboratórium régiós Kárpát-medencei és balkáni stratégiájába, a régiós erőforrások hatékony összecsatolásába és a közös tudás és innovációs tér kialakításába.